Vasárnap a Bolzano, kedden pedig a Grácz elleni mérkőzést volt kénytelen elhalasztani a Hidrófehérvár AV19 jégkorong csapata a koronavírus fertőzések miatt. A vasárnap délelőtti teszteléseken a csapat több tagja is pozitív mintát adott, így nem tudta kiállni a dél-tiroliak ellen. Az érintett játékosok karanténba kerültek, szerencsére tünetmentesek, azonban éppen ezért a keddi gráci mérkőzésre sem tudott elutazni a csapat. A szabályok szerint minimum 5 fertőzött esetén nem lehet lejátszani egy adott összecsapást. Most úgy néz ki, hogy nincsen új pozitív esetünk. Ugye holnap még lesz a kupa kiírása alapján egy kötelező tesztelés minden csapatnál, tehát utána tudunk majd többet mondani azzal kapcsolatban, hogy áll a csapat. Akik karanténban vannak, azok hát remélhetőleg szép lassan ki tudnak majd jönni, és hát meglátjuk majd, hogy milyen csapattal fogunk kiállni, de nagyon remélem, hogy a játékosok többsége játékra kész állapotban lesz majd a hétvégére. A tervek szerint január 22-én és 23-án, tehát szombaton és vasárnap rendezik a jégkorong Magyar Kupa 4-es döntőt Székesfehérváron, az ifjabb Ocskai Gábor jégcsarnokban. A kiírás szerint szombaton előbb a Deac és a DVTK jegesmedvék, majd a Hidrófehérvár AV19 és az FTC Telekom csapatai küzdenek meg a vasárnapi döntőbe jutásért. A felkészülés erre az eseményre egy speciális egy picit abból a szempontból, hogy ugye most már megint lassan egy hete nem játszottunk mérkőzést, inkább a felkészülés az orvosi stáb és a játékosok relációjában van, tehát nagyon nehéz így bármilyen edzést is tartani, amikor a játékosok nagy többsége nem tud edzeni, de hát ez a feladat most ezt kell majd megoldani. Szélig Viktor hozzátette, hogy a szombati tesztelések után tudnak majd biztosat mondani, hogy ki játszhat és ki nem a 4-es döntő első mérkőzésén, amellyel kapcsolatban mindenkinek az az érdeke, hogy az egészségügyi előírások figyelembevételével, de mindenképpen megrendezésre kerülhessen.